Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Krisztusban, kedves testvérek, a mai olvasmányok valamiképpen a keresztény élet összefoglaló képét tárják elénk. Az első olvasmányban az apostolok cselekedeteiből hallottuk Szent Pál apostol példáján keresztül a Krisztushoz térés és megtérésnek a fontosságát. Szent Pál élete első szakaszában emberi szempontok szerint mondhatni, hogy elismert személyiség volt Saulként. Sikeresnek mondhatta magát, mert eredményesen harcolt a keresztények ellen, és úgy látszott, hogy jó úton jár. Mindenki becsülte az ő lendületért, buzulkodásáért, igazi hű zsidó volt. Az élete folyása a kegyelem érintésére azonban az eddigihez képest ellenkező fordulatot vett. Teljesen más értékrend szerint kezdett élni. Pedig a sok előítélet miatt, még a jeruzsálemi tanítványok sem akarták maguk közé fogadni, ezt is hallottuk az olvasmányban. Csupán az segített, amikor mások bizonyították, hogy milyen bátran kiállt Jézus ügye mellett. Ő maga pedig Jézusra hivatkozik, akivel találkozott a damaszkuszi úton. Megtérése előtt mondhatjuk, hogy a maga erejéből akart valakivé válni. Kizárólag emberi eszközökkel küzdött, hogy elismerjék, hogy mások számára hasznos legyen. Azonban csak akkor lett igazán értékes emberré, amikor vállalta, hogy Krisztus követi és keresztényé lesz. A megtérés fontos eleme a tanúságtétel, a Krisztussal való találkozás. Az evangélium már arról szól, hogy milyen az élete annak, aki már Krisztusba oltódott a keresztség révén. Jézus közérthető hasonlattal szól, amikor azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Ahhoz, hogy a szőlő termést hozzon, a szőlőtövön kell maradni. Egyetlen szőlővesző sem mondhatja, hogy ő elég önmagának, nincs szüksége a tőre, nincs szüksége arra, hogy műveljék, hogy gondozzák. Önmagától a tő nélkül soha nem fog termést hozni. Még az sem elég, hogy a szőlő tövön marad, mert ha száraz és gyümölcstelen, akkor lemetszik és elégetik. Az életünk csak akkor lesz gyümölcsöző, hogyha Jézushoz kapcsolódunk, ha belőle táplálkozunk. Nem vonhatjuk ki magunkat az ő szelíd uralma alól. Ez a mi személyes közreműködésünket is feltételezi és kér. Szent János apostol már
a Krisztus követés konkrét gyümölcseiről beszél a második olvasmányban, amelyhez egy fontos figyelmeztetés társul. Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ezt nagyon sokszor el kellene mondanunk magunknak és környezetünknek egyaránt. Olyan könnyen tudunk szóval szeretni. Legkönnyebb kimondani azt, hogy szeretlek, ezzel és ezzel formában leírni, kimutatni, felszínes módon. De igazából a tettekben legkevésbé nyilvánul meg. Ne szóval és nyelvvel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. A kereszténység ugyanis életforma, amit nem lehet mímelve élni. Ha valóban Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, annak az életünkre, tevékenységünkre nézve mind-mind húsba vágó következményei vannak.